mindenhatói legyen minden dicsőség a Jézus Krisztus nevében. A Hírháttér Multimédia 2010. május 15-én köszönöm szeretettel mindenkit, Sós József úrral, Titánnal, minden idők egyik legfőbb tényfeltárójával, az Echelon tényfeltárásokkal, amely az emberiség életben maradásának, életminőségének, gondolkodásminőség, érzelmi és lelki minőségének legfőbb és legmeghatározó része, az Istent követően, technológia, elmetechnológia, és a túlélésének záloga, az Echelon technológiák feltárása, és Molnár F. Árpád, a Hírháttér Multimédia alapító főszerkesztője, a Magyar Sors Online főmunkatársa. Az MK Ultra az egyik leghíresebb, vagy a leghíresebb állami elmeprojekt, emberprogramozó elmeprojekt, amelyről a szerencsétlen nyomorult magyarok addig, amíg Isten kegyelméből a Hírháttér Multimédia eleve elrendelve predesztinálva, tudatos, fentről hatalomtól kapott tervek szerint meg nem jelent és fel nem tárta az ember technológiák létezését, az ember programozások létezését, addig szerencsétlen magyarok annak ellenére nem tudtak, hogy például 77-ben már a CIA titkos emberprogramozó projektjeiről ma már régen publikus az a tény, hogy 1977-ben az amerikai szenátus szigorúan titkos minősítéssel titokká vatta, illetve hogy például az MK Ultra, amely emberprogramozó világhatalmi projekt, annak több száz tanúja már évtizedekkel ezelőtt az Egyesült Államokban megszólalt. Az MK Ultra 1953-tól 1965-ig működött, tehát több mint fél évszázaddal ezelőtt már elavult a projekt. Azóta csak fejlettebb eszközökkel, tehát ahol programozzák az embereket, tehát mint a mobiltelefonokat föl lehet hívni. Az embereket tárcsázzák, és rá van állítva egy rendszer. Befejezett posztulátumokban beszélünk, arról, hogy hogy működik a világ, rá van állítva egy rendszer az emberiségre és az élővilágra, és ez a rendszer irányítja az egész bolygót, úgy, ahogy a Jelenések könyvében 2000 évvel ezelőtt az Isten, aki végig itt volt, és az angyalok, akiket a későbbi emberek földön kívülieknek neveztek el, és ők is végig itt voltak, előre kijelentették János apostolnak, tehát 2000 évvel ezelőtt a Jelenések könyve által ez a rendszer vált valóra, és ez a rendszer regnál a földbolygón. Például, amit el szoktunk mondani, mindig el kell mondani szegény magyaroknak, hogy megjegyezzék nyomorult agyukkal, 1995-ben például Bill Clinton, a háttérhatalmi interaktívan illuminátus, mi is interaktívak vagyunk, interaktív illuminátusok vagyunk, a háttérhatalommal kommunikál. Csak mi Echelon tanúk vagyunk, tehát feltárjuk, amit az illuminátusok nem tudnak megtenni, mi Isten kegyelméből, Isten eleve elrendeléséből az emberiség hasznára nem eltitkoljuk, hanem feltárjuk az emberiséget irányító technológiákat. Ez a Bill Clinton amerikai elnökként 95-ben létrehozott egy úgynevezett elnöki bizottságot, ahol több mint fél száz olyan Echelon tanút hallgattak meg, akik évtizedekkel korábbi emberprogramozásokat túléltek. Az emberprogramozások, láthatunk filmrészleteket is belőle, az emberprogramozások elektromágneses hullámokkal történnek, ez az első, amikkel történik, ezelőtt is volt, azok brutálisabb technológiák voltak, elektrosok, kábítószerek és elektromágneses hullámok, mint a Cathy O'Brien-t is például beültették egy ilyen mikrohullámú sütőbe, idézőjelben mikrohullámú sütőbe, és úgy programozták, Cathy O'Brien volt elnöki modellként, ez egy foglalkozás, titkosszolgálati foglalkozás, amilyen nekem is volt 2001-ben, csak én nem ugye elnöki modell voltam, hanem másfél titkosszolgálati foglalkozásom volt, nem kaptam érte pénzt, politikai üldözésbe végeztem, erről még nem publikus beszélni. Tehát például a Presidential Model, ez egy állás, mindenütt van ilyen a Földön, ennek a leghíresebb tanúja, tehát feltárta, leleplezte, hogy ez létezik, és beszélt róla Mark Phillips elmeprogramozóval együtt. Cathy O'Brien volt, tehát ő a leghíresebb. Elektromágneses hullámokkal történtek az első érintés nélküli emberprogramozások, tehát ahol már nem elektródákat csatoltak és megsokkolták az agyát, meg egyedül meg elektródákat az agyba, és nem kábítószerekkel, hanem rádió hullámokkal, és ugye ez aztán fejlődött, tehát meg lehetett csinálni aztán 15 méter távolságból, aztán 150, aztán 300 km, stb. És amikor miután aztán lecserélték az elektromágneses hullámokat azon fizikai eszközökre, amelyekről a fizika úgy körülbelül magyar nyelven olyan 2003 óta már beszél, az integrament jelenségtől kezdve Alan Aspect 25 éven keresztül államtitokká nyilván, majdnem 25 éven keresztül, negyed évszázadon keresztül államtitokká nyilvánított felfedezéseik bezárólag.
be vagyunk szervezve a háttérhatalomba, és így tudunk beszélni róla. Egyébként keresztények vagyunk, Isten elsősorban a keresztényeket áldja meg annyi erkölccsel és bátorsággal, hogy erről beszélhessenek, míg mások megpróbálnak csak csupán élősködni a rendszerből, megfelelni annak, kiszolgálni azt, félvén az üldözéstől és a haláltól, de mi meg nem félünk az Orbán patkányoktól, az illuminátus Orbán férgektől, Pinter férgektől, illuminátus Pinter férgektől és Obama férgektől, az afroamerikai bűnözés koronázatlan királyától sem. Sem a repülőről, amelyek a repülőrobbantási ügyeket stb. Meg azért kaptuk meg, hogy eladósítsuk az ellenségeinket, ugyanis az Echelon tanúkkal, akik ellenségesek, azok ellenségesek az Istennel, a világegyetem összes élőlényével, angyalokkal, földön kívüliekkel, ahogy tetszik, és ellenségesek az emberiség puszta túlélésével és megváltásával szemben, azaz, hogy ne az örök boldogságra, halhatatlanságra, hanem az örök kínszenvedésre is. Ennek most Magyarországon a legfőbb vezetője Orbán Viktor. Mint az Echelon tanúk ellensége, te vagy az. Napjainkban olyan szinten tart már a technológia, hogy tökéletes. Tehát nincsen szükség semmi látható eszközre, illetve a közelben nem kell lenni senkinek, sőt, a Föld bolygón nem kell tartózkodni ahhoz senkinek, hogy az agyát totális kontroll alatt tartsa. Tehát csak arra kell gondolni, egy nagyon egyszerű példa, a 60-as években, amikor az első űrszondákat küldték a világegyetembe, a világűrbe, azok gyakorlatilag kommunikáltak a földi irányító tornyokkal, és a pontos helyzet meghatározás már akkor GPS technológiával oldották meg. Tehát a buta magyarnak, a féregszar magyarnak 40 év kellett ahhoz, hogy elhiggye, hogy GPS technológia létezik, csak akkor hitt el, amikor már az autójába pár ezer forintért meg tudta venni a bolha piacon a GPS technológiát, amivel látja a nyomorult féreg, hogy az országban, a városban, hol van, merre menjen, stb. Tehát ez nagyon elavult technológia. Nem kell semmi látható eszköz ahhoz, hogy valakit programozzanak. Még a kontinensen sem kell tartózkodni, tehát korlátlanul például az Egyesült Államok, akár az NSA bázisáról, bármelyik kelet-európai kis falunak a legutolsó házában lakó csecsemőt kénye kedvére tudja programozni. Az életfunkcióit mindegy grafikon úgy tudja változtatni, úgy tudja beállítani, a vérnyomástól, a légzéstől elkezdve mesterséges betegségeket létrehozni, bármit képesek megalkotni, hogy hogyan oldották meg, vagy hogyan oldják meg azt, hogy nanorobotokat juttatnak a szervezetbe. Több lehetőség van. Az első, az alapvető élelmiszerek útján mindenkinek bejuttattak mindent a szervezetébe, kenyér, tejtermék, hús, liszt, stb. Ugyanakkor ennél nagyon egyszerűbb módja is van, akármilyen intelligens kemikáliát kieresztenek a légkörbe. Az országos méretekben elterjed, és ezek a kemikáliák több milliárdszor mennyiségbe a légkörben léteznek. Tehát ezt egy kis palacból ki lehet engedni, vagy akár egy kis ampullából a folyóvízbe bele lehet juttatni, amiből ugye talajvízbe, folyóvízbe, amiből ugye idézőjelben minőségi ivóvizet kapunk. Akkor injekciók útján, influenza oltások, egyéb oltások, születés pillanatában, amikor a kis csecsemőt kiviszi az orvos, bármit belenyomhatnak neki, még úgy is, hogy az orvos tudta nélkül, mert az az orvos, ami beadja azt az influenza elleni védőoltást, nem ő alkotta meg azt a vegyületet, azt a kemikáliát, nem tudja, neki nem kell tudni, tehát hogy csak egy alprojekt, egy eszköz, neki nem kell tudni, hogy mit ad be annak a személynek. Tehát gyakorlatilag totális módon, totális, ezért titokzatos Nagy Babilon a neve, titokzatos, mert gyakorlatilag mindenki csak addig a szintig van beavatva, addig a szintig van használva, ameddig panelnek megfelel. Tehát nincsen globális rálátása, átfogó képe szinte senkinek a rendszerről, kivétel néhány embernek adatott ez meg a világba, aki átlátja a helyzetet és tud is róla, és van lehetősége beszélni anélkül, hogy nem ölnék meg. Akik Istentől megáldottak, és közben lejárt az időnk, szeretettel köszöntünk mindenkit a Jézus Krisztus nevében, az Istené legyen minden dicsőség. Sós József urat, Titánt látták és hallották, és Molnár Pál Pálot. Dicsőség az Istennek mindörökké. Amen.